A Vajdasági Magyar Szövetség átadta a választási listáját a köztársasági választási bizottságnak hétfőn Belgrádban. A Vajdasági Magyar Szövetség önállóan indul a választáson, 250 fős teljes listát adott át. Most Pásztor Istvánnal, a párt elnökével beszélgetek a tervekről és erről a listáról. Üdvözlöm, elnök úr! Hány aláírás gyűjtöttek össze, milyen ez a lista? Ha egészen pontosan és jól emlékszem, akkor 11.967 támogató aláírás gyűlt össze, valamivel több mint egy nap alatt. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik megtiszteltek bennünket a támogató aláírásokkal péntek délután, szombaton, esős időben, locspocsban, hétvégén. És szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik szervezték az aláírásgyűjtést, akik mozgósították, tájékoztatták a szavazó polgárokat, akik eljöttek és támogató aláírásukkal lehetővé tették, hogy újra jelölt listát állíthassunk, adhassunk át a választási bizottságon, választási bizottságnak. Ahogy mondta is, ez egy teljes 250-es jelölt lista. Azt gondolom, hogy egyrésztről az érettséget bizonyítja, és lehetőséget teremt arra, hogy a listán megjelenjenek mindazok, akik a vajdasági közösséget reprezentálják. Egész biztos, hogy annyian nem fognak bekerülni a parlamentbe, mint ahogy mi azt szeretnénk, de fontos az, hogy megtiszteljük az embereket, mert az a meggyőződésünk, nekem is az a meggyőződésem, és azt látom az emberek részéről is, hogy presztízs kérdés az, hogy valaki fölkerüljön a VMS listájára, és jelölt legyen. Meg azt is gondolom, hogy függetlenül attól, hogy hányan fognak bekerülni a parlamentbe, azok, akik a listán vannak, azoknak fontos szerepük lesz az elkövetkező időben is a VMS politikájának az alakításában. A lista elején ismert nevek vannak, olyanok, akik az előző ciklusban vagy az előző ciklusokban is a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői voltak. Komoly parlamenti tapasztalattal rendelkeznek, de még akkor is igaz ez, vagy annak ellenére, hogy ez igaz, legtöbbjük alig 40 éves, vagy még nincs is 40 éves, úgyhogy azt gondolom, hogy erejük teljében vannak, fölvérteződve azzal a tudással, azzal a tapasztalattal, azzal a kapcsolati tőkével, amit 2007-től errefelé, mióta újra a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti pártá vált, sikerült begyűjtenünk, sikerült biztosítanunk. Egy intenzív kampányt szeretnénk folytatni, ami jellemző a Vajdasági Magyar Szövetség kampányaira, eljutva jóformán mindenhova, ahol magyar emberek élnek, találkozva velük, elmondva nekik, hogy mit csináltunk az elmúlt 4 évben, beszélve velük arról, hogy hogy látjuk az aktuális pillanatot, és mit tartunk megvalósítandónak, célnak, meghallgatva őket is, hogy ők erről mit gondolnak természetesen. De azt gondolom, hogy sok újat nem fogunk tudni mondani egymásnak, mert a Vajdasági Magyar Szövetség, ahogy mi mondani szoktuk, folyamatosan terepen van, és folyamatos a kapcsolatunk a szavazótáborral, a szavazóközösséggel, úgyhogy ismerjük a véleményüket, ismerjük az igényeiket, az elképzeléseiket, ezt próbáljuk programba önteni. A Vajdasági Magyar Szövetség programja elkészült. Ez a folyamatosságnak és a folytonosságnak a programja, az aktualitásokat is természetszerűleg figyelembe véve. De amikor azt mondom, hogy a folyamatosságnak és a folytonosságnak a programja, akkor azt akarom ezzel mondani, hogy ezzel a választással nem indul egy új időszámítás. A folyamatokat egy-egy választás nem állítja meg, hanem esetleg lehetőséget teremt arra, hogy az ember áttekintse a megtett utat, megnézze, hogy esetleg mik azok a perspektívák, amik előtte vannak. Ilyen szempontból az, amit gondoltunk akár a mezőgazdaságról, akár a regionalizáció és a decentralizáció kérdéséről, akár az uniós csatlakozásról, akár a kisebbségi jogokról, a kisebbségi jogvédelemről, a mezőgazdaságról, a biztonság kérdéséről, a sportról,
azok továbbra is a Vajdasági Magyar Szövetség választási programjának a gerincét képezik. Ez egy egységes választási program, az országos szintre, a tartományi szintre és az önkormányzati szintekre vonatkozólag. Persze önkormányzattól önkormányzatig majd változni fog, de a célkitűzések, az alapállások azok ugyanazok maradnak. Megfogalmaztuk a választási szlogenünket is, ez a közösség, fejlődés, jövő hármas szó összetételből tevődik össze. Azt gondoljuk, hogy ez az, ami képviseli azt, amiért sikra kívánunk szállni. Ez a hármas fogalom összetétel az, ami meggyőződésünk szerint találkozik a közösség tagjainak az elvárásával, és ennek az alapállásnak a támogatásához vagy megvalósításához szeretnénk kérni a szavazóknak a bizalmát, támogatását, elnyerve ezzel a legitimitást. Picit térjünk még vissza a választási listára. Beszéljünk kicsit a személyekről, akik szerepelnek, mondjuk ne az első négy helyről, aki az eddigi parlamenti képviselők állnak az első négy helyen, hanem hogy változtatott-e valamit ezen a listán az, hogy megváltozott a választási törvény, és a nők aránya más a listán, és felkerültek-e fiatalok, nyilván estek ki olyanok, akik négy éve szerepeltek, most nem. Erről a lista frissítésről kicsit beszélgessünk. A lista összeállításnál természetesen figyelembe kellett venni a törvény adta szabályokat. Azt kell, hogy mondjam, hogy se az országos lista, se a tartományi, se az önkormányzati listák állításánál ez mi nekünk nem jelentett minimális szinten se gondot, mert nagyon jó jelöltjeink vannak, nagyon jó jelöltek kerültek az alapszervezetek részéről megnevezésre, szakmailag is, életútjuk szempontjából is, közösségi elkötelezettség szempontjából is, végzettségük tekintetében is. Az embernek az volt a lehetősége, hogy duskálhatott a jelöltek listájában. A lista, az országos jelölt lista is olyan, mint amilyenek mi magunk vagyunk. Tehát korban is, képzettségben is, területiségben is, élettapasztalatokban is tükrözi azt, amilyen a vajdasági magyar közösség. Vannak idősebbek, tapasztaltabbak, vannak városiak, falusiak, vannak fiatalok, vannak nagyon jó képzettek, de vannak alacsonyabb iskolai végzettséggel, komoly közösségi megbecsülésnek örvendő emberek, olyan lista, milyenek mi vagyunk, ami azt jelenti, hogy jó. A szerbiai törvények szerint a lista átadások sorrendjében, vagy a lista kihirdetések sorrendjét kapják majd a választási papíron is, vagy a dokumentumokban is azok a pártok. Az előző években nagy volt a verseny, hogy kihanyadiknak adják. Most úgy látom, hogy annyira nincs nagy verseny, önök mégis most a negyedikként adták át. Jelenti ez a négyes szám valamit? Jelent mindenféleképpen. Azt jelenti, hogy sikerrel vívtuk meg a csatát saját magunkkal. Hogy rövid idő alatt, nagyon hatékonyan dolgozva sikerült összegyűjteni a támogató aláírásokat és átadni a listát, sok mindenkit megelőzve, akiktől az ember elvárhatná, hogy esetleg össztársadalmi, országos beágyazottságok miatt gyorsabbak fognak lenni, mint mi. Ilyen szempontból az átadás sorrendiségének van valami jelentősége. Azt szerettük volna, vagy azt szeretnénk, hogy legalább a két parlamenti választási papíroson, az országoson és a tartományin ugyanaz a szám szerepeljen a listánk megnevezése előtt, a négyes. Ez valószínű, hogy így fog lenni a belgrádi listával, ezért mondom, hogy a négyes. A tartományit, ha most átadnánk, akkor az a hármas sorszámot kapná, ezért valószínű, hogy várni fogunk,
hogy valaki még előttünk átadja, hogy amikor mi átadjuk, akkor a négyes sorszám alatt fussunk, könnyítve ezzel a szavazópolgároknak a helyzetén, különösen az idősebbekén, hogy kevesebb számot kelljen nekik megjegyezniük. De ezek már apró technikai részletek. Az országos lista átadásra került, a tartományi lista úgy szintén készen van, itt van az autóban, akkor adjuk át, amikor meg fog felelni. Még csak egy kérdés, lesz-e ön szerint másik magyar opció köztársasági szinten? A dolgok mostani állása szerint nem tűnik úgy, hogy lesz. Nem látok ilyen jellegű mozorgást, ilyen jellegű mozgást. Múltkor se nem volt. Azt gondolom, hogy azok, akik a múltkor fogcsikorgatva próbálkoztak, azok már messze nem képeznek akkor erőt se a politikai szintére, mint 4 évvel ezelőtt. Úgyhogy nem látom, hogy ki volna az alternatívája a mi listának. Ezért fontos, hogy minden magyar erre a listára szavazzon. Még akkor is, hogyha az én irányomba, a VMS irányába vannak fönntartásai, még adott esetben jogos fönntartásai is. Most ezeket mindet félre kell rakni. Azért kell félre rakni, mert mindannyiunknak az az elemi érdek, hogy erős magyar politikai képviselet legyen. Azt pedig csak a Vajdasági Magyar Szövetség tudja biztosítani. Aki minket gyöngít, az a politikai ellenfeleinket erősíti. Azt gondolom, hogy ezt kell végig gondolnia mindenkinek. Erről fogunk a kampányba is beszélni, de én úgy tapasztalom, hogy az emberek racionálisak és megértik, hogy mi az érdekük. Köszönöm szépen. Szerbiában április 26-án tartanak általános választásokat, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági szinten a 4-es számmal fog indulni.